A Szarvasi Vízi Színház negyedik évadjában idén is 2014-ben nagy hangsúlyt kapnak a versek, a novellák, hiszen a Verse a víz fölött program sorozat is elindul. A 65 estéből több mint 40 estén keresztül majd hallhatják a csodálatos műveket. Valamit változtatnak-e az elmúlt esztendőkhöz képest, vagy marad ugyanaz a rendszer, hiszen ez már jól bevált? Hát, hogy a fociba szokták mondani, hogy a jó csapaton ne változtass, de hát egy picit mindig kell változtatni. Egyrészt változás, hogy mindig vannak új fellépők is, tehát a Jókai Színház színművészei kívül új vendégek is lesznek, illetve ők is másokat hoznak a kedves közönségnek, illetve egy picit megpróbálunk a külsőségeken változtatni, tehát a színpadképen egy picit. Úgyhogy ezek az újdonságok egyébként, hát ez a rendezvény sorozat azt hiszem, hogy egy egész különleges életet él, és különleges sikere van, hiszen ilyen nem tudom, hogy volt-e az országban, hogy minden nap, minden nyári nap szinte, ugye két nap kivételével, amikor nagy előadás van a színpadon, gyakorlatilag versekre, az irodalomra éhes több száz ember, hiszen itt 200 ember alatt azt hiszem még nem volt a közönség, ami hihetetlen. Tehát ebben a világban, amikor azt hiszük, hogy a verseknek meg a kultúrának már nincs ereje, mert már csak valóságsók meg celebek vannak, akik mögött nincs teljesítmény, akkor ez egy csodálatos érzés, hogy itt a versekre jönnek, és tényleg a versekre jönnek. Csóri Sándor, Isten képű vihar. Megláthatod az Istent, nézz fel az égre. Most öltözik az űrben, vihar feketébe. Pofa csontjai felhők, szempillái is felhők, fogsora csipkés villám, jaj, vicsorog rám. Hova bújjak előle? Szélkeze tengert renget, mennyei tenger, s ha lejti, megfullasztja a földet. Kapuaj, harap be engem, kicsap az égi víz, ne kelljen vesznem. Fekete minden, fekete, mi atyánk, egek. Nyerít egy fuvaros ló, s a szája elreped, a hájas bazilika, ha tudna, elszaladna, de ráordít az Isten, s fogával beleharap. Ablakok, kirakatok, hova tűntek az arcok szemetek mosolyából, most csak a viharisten fekete arca rémlik, mint egy ítéletreklám, meg ez a locsogó, rohanó zápor. Szakadó tenger, víz, jajgat a villamos is, szélűzi nyers homályvas, nézd, ott a fák magasán repül két asztalkendő, fehér madarak szárnya, száll utánuk a pincér, szegély, pénztelen angyal, kilenc kezével kapkod, harcol a zivatarral. Ablak sikolt a zajba, fölhasadt üvegínye, egy virágváza szédül emeletről a vízbe. Törcserép, fogsorvillám, plakátok kiabálnak, játék próbáját hirdetik egy hangos pusztulásnak. Kinéz, és a szabdalt járdán fölborult asztalok lába, mint döglő teheneké, kirúg az egek felé. Az idei első ilyen verses esten mire számíthatnak a nézők? Hát én próbáltam itt megfogalmazni, de aztán lebeszéltek róla, hogy mondjam azt, hogy ez most egy ilyen best of Jókai lesz, mert hogy hát ez nem magyar kifejezés. Tehát azt mondom, hogy ez egy a Jókai Színház művészeinek, és itt most, mivel ez egy induló este, ugye ezzel indul a vers a víz fölött sorozat, itt most nem egy vagy két ember mond verseket, hanem azt hiszem legalább 10-11. És a Jókai Színház művészei énekelnek is, verset is mondanak, tehát egy ilyen, azt lehet mondani, egy ilyen összefoglaló kezdés, ugye milyenek voltak ezek a versestek. Egy verset is mondtak, énekeltek, és ugye volt Dal a víz fölött címmel is, és akkor most ennek egy ilyen
hogy is mondjam, egy ilyen dús változatával indítjuk el ezt a sorozatot, aztán visszatérünk természetesen a két emberesre, hiszen ezt minden este nem lehet megoldani, de ez most egy ilyen ünnepélyes kezdés, ahol többen és rengetegféle műfajban, vidám vers, komoly vers, filozófia, zene, mindenféle, mondjuk tánc nem lesz, de az az irodalomban nem is fér bele. Úgyhogy ez most egy ilyen összvers a víz felett, vagy sok vers a víz felett, talán így lehetne mondani. Az első vers a víz fölött esten természetesen Liszi Melinda is itt van. Nem először ezen a színpadon, díjat is vehetett át, főszerepet is játszott. 2011 óta nyárra gyakorlatilag ide költözik Szarvasra. Milyen emlékeid, milyen élményeid fűződnek már ehhez a városhoz, illetve ehhez a színpadhoz? Minden alkalommal nagyon örülök, amikor idejövök, és ez bizonyítja az is, hogy amikor lefelé jöttem most a lépcsőn, tehát idén először léptem be ide a vízi színpadra, és megláttam szemben a gyönyörű fákat, meg ezt a gyönyörű kilátást, és azt éreztem, hogy jaj, de jó, újra megnyugvás, és a nyárban ez a sok pezsgés, ami egyébként van, ez mindig egy ilyen kis nyugalomsziget nekem, ez a szarvasi vízi színpad. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon élvezem, és nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Az idei esztendőben milyen darabokban láthat majd a közönség? Hát, ez még így titok, viszont pillanatnyilag arról tudok így beszámolni, illetve egy kis reklám, hogy Count K címmel Merő Béla rendez egy apáti darabot, ami Karádi Katalin életéről szól, amivel ugye én már foglalkoztam, viszont ez egy teljesen más aspektusból világítja meg az ő életét, amikor már idős, és már kint él Irmával a kalapüzletben, és az ő vágyódását a múltja után, illetve a jövővel való kibékülésének a módját, illetve annak a keresését, amit végül nem talál meg, hiszen rádöbben, hogy úgy se lesz más, és úgy se tud ott élni úgy, ahogy ő elképzelte, hiszen a múltja egyfolytában visszarángatja. És hát igazából erről szól, tehát az ő lelki vívódásáról, ahol én ifjabb Karádit alakítom, Horváth Margit kolléganőm pedig Karádi Katalint, a már idősebb Karádi Katalint, és én vagyok igazából az ő múltja, akit csak ő lát. Ennyit árulok el itt titokban. Iszonyú izgalmas előadás, az összes többi szereplő engem nem lát. Tehát nagyon-nagyon izgalmas, és tele van Karádi dalokkal, úgyhogy a Karádi fánoknak ajánlom nagy szeretettel. Miért hagytál el, hogyha kívánsz?